Szép jó estét kívánok mindenkinek, Isten hozott benneteket. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 777 egész szerkesztői csapata nevében. Én Vágvölgyi Gergely vagyok, én leszek ennek a ma estének a házigazdája, de az uraknak a színpad mögött már azt mondtam, hogy ez az egyetlen rossz hír van ma este. Aki ezt legyomrozza és itt marad velünk, annak külön köszönöm szépen. Nem sokára 3 éves lesz a 777 blog, és 2 éves lesz, illetve egészen pontosan a napokban ünnepli második születésnapját a 777 offline rendezvénysorozat. Úgyhogy ezúttal szeretnénk az egész szerkesztőség nevében nagy-nagy köszönetet mondani mindazoknak, akik akár meghívott előadóként, felszólalóként, akár vendégként hozzájárultak ehhez a 2 év sikeréhez. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy külön megköszönöm a Shoeshine csapatának is, hogy ezeket az alkalmakat egytől egyig rögzítették és közzétették az interneten. Sok százezer megtekintésnél járnak ezek az alkalmak így együttvéve. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek, hogy immáron 2 éves legyen a 777 offline. ...2019 első offline alkalma rögtön jó nagy port kavart szándékainkkal ellentétben. Erről mindjárt fogok 2 szót szólni. Előtte azonban 2 technikai információt engedjetek meg. Az első egy meghívás. A 777 csapata zarándoklatot szervez Csíksomjúra, méghozzá a pápa látogatás idejére, amely most már tudjuk, hogy a helyi döntésnek megfelelően részét képezi a pünkösdi búcsúnak. Erről részleteket lehet olvasni a 777blog.hu-n, illetve készítettünk egy eseményt a Facebook oldalra is, ahol szintén az érdeklődők tájékozódhatnak. Tehát nagy-nagy szeretettel hívok és várok mindenkit, akár az itt helyet foglalók közül, akár az adást online élőben követők közül. Csíksomjóra, legyünk ott együtt a pápa látogatáson, majd a 777 és a magyar zászlók alatt. Ez egy igazán különleges és meggyőződésem szerint felemelő alkalom lesz majd. Akik voltak már offline rendezvényen, vagy megtekintették a felvételeket, azok tudják, hogy ilyenkor szoktunk adományt kérni, amelyet minden esetben arra fordítottunk, hogy a 777 önkéntes munkája folytatódhasson, és ez a szolgálat ne álljon meg. Hasonlóképpen van ez ma is, ma este is gyűjtünk adományokat, és megköszönjük, ha akár a legkisebb összeggel is hozzá tudtok járulni ez az adománygyűjtéshez. Azonban a szerkesztőség úgy döntött, hogy ezúttal nem a szerverbérletre, nem a domain címre, nem a missziónkkal járó feladatokra fogjuk az összegyűjtött pénzt fordítani. Bizonyára mindannyian tudjátok, hogy néhány nappal ezelőtt tűz ütött ki a Rádai utcai református kollégiumban, amelynek sajnos volt egy halálos áldozata is. Most a mai estén minden egyes összegyűjtött forinttal az áldozat családját szeretnénk majd segíteni. Ő egy özvegyet és 4 árván maradt kisgyermeket hagyott maga után. Megköszönjük szépen minden támogatásotokat, és az utolsó fillérig ezt el fogjuk majd juttatni a református egyháznak, akik továbbítani fogják az érintett családnak. Hölgyeim és uraim, ahogy említettem, nagy port kavarta ma este a bejelentést követően szinte azonnal. Néhány nappal ezelőtt közé is tettünk egy kvázi szerkesztőségi állásfoglalást, Marti Zoli barátom remekül szövegezte meg, amikor azt írta. Ami egészen biztosan kiderült az elmúlt napokban, hogy egy kibeszélésre váró, nagyon fontos témát sikerült választanunk. Az indulatos kommentek, az összeesküvés elméleteket tartalmazó bejegyzések és a gyakran félreinformált emberek üzenetei hamar rámutattak, hogy hihetetlen feszültség húzódik meg a háttérben. A kibeszéletlenség feszültsége. Ezt a feszültséget szeretnénk oldani ma este meghívott vendégeinkkel, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Csányi Tamás karnagya, Ciszterci Szent Imre templom karnagya. Csiszér László énekes, zeneszerző, dalszerző. Hegedűs Endre, Kossuth Díjas zongoraművész. Vizi Márton, dalszerző, zeneszerző. Valamint itt mellettem Gável András, énekes, dalszerző. Ilyen hosszú listát 777 offline-on még nem kellett felolvasnom, lapozok is egyet. Szeretnék idézettel nyitni és rögtön ledobni az atombombát, csak így pacifista módon. Egyházzenei katasztrófa előtt állunk,
a középszer diadala közeleg, írta egy kommentelünk a napokban. Ezért azt remélem, hogy ötötök közül legalább egy ember már értesült arról, hogy katasztrófa közeleg, és tud minket is tájékoztatni erről a jelenségről. Kezeket fel, aki már hallotta, hogy egyházzenei katasztrófa előtt állunk. Még nem hallotta senki, viszont valaki ragadjon mikrofont az urak közül, és tájékoztasson minket, hogy mire is gondolhatott a szerző, a költő. Igen, hát nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én úgy gondolom, hogy könnyű zene, és a nehezebb műfajokban mindig is léteztek, mindig is egymás mellett. Hát ugye már Szókratész is beszél erről a bizonyos ellentétről, olyanokat láttam az interneten, hogyha nem hazudtak a föliratok, akkor hogy olyasmit mondott, hogy a kromatikát hagyjuk meg a hetéráknak. Tehát voltak ilyen sok más vélemények már akkor is, és azon kívül pedig én úgy gondolom, hogy ahogy az emberi élet sem csak egyféle dologból áll. Nem dicsőíthetjük 24 órában az Urat a templomban szent zenét hallgatva, bármennyire is jó lenne, és én úgy gondolom, hogy annak is megvan a helye, meg a szórakozásnak is megvan a helye, sőt az Isten dicsőítést azt lehet a közérthetőbb módon is, lehet azon a módon is, ahogy könnyen tudja követni az isteni nép, ugye? Ahogy kedves kollégáim itt, ugye azt azért el lehet mondani, hogy nem annyira bonyolult a ti dalkincsetek, mint mondjuk egy Bach fuga. Ugye? Természetes. És hát azon kívül még egy megjegyzés, ez megint ugye ez csak egy ilyen provokáció, hogy egy híres francia művész mondta, hogy én szeretem a Murit, és szeretem a Székesegyházat. De nem szeretem a Murit a Székesegyházban. Hát én ezekkel a gondolatokkal mindjárt tovább is adnám a mikrofon talán erre. Nem tudom, én meg erre. Szakemberek jobban tudják. Én nagyon nehezen tudok ehhez a kérdéshez hozzászólni, egyrészt azért, mert nem vagyok egy igazán aktív szörfölő, másrészt pedig a Szent Imre templomban itt a szomszédban a 60-as évek óta működik a gitáros Szent Mise, vasárnap este 6 órakor, nagyon pici kimaradásokkal. És talán 39 vagy 40 éve lehetek itt a Szent Imrében, ez soha nem okozott semmilyen különös problémát. Igaz, hogy mindig tudtunk beszélni, és a gitárosok kinövő vagy felnövő generációja aztán átjött egy olyan misére, ahol már nem gitáros énekeket énekeltek, hanem népénekeket. A népének kultúrában, én nyilván abban vagyok jobban otthon, semmivel sem nehezebb rendet vágni az igényes és a kevésbé igényes énekek között. Ez ugyanígy történik a gitáros dalokkal is. Az egyetlen döntő különbség, hogy a kettő között eltelt 1-2-300 vagy 400 év nyilván más párlatot vagy más távlatot ad a rátekintésre, és könnyen hisszük azt, hogy a régebbi az mindig egy kicsit értékesebb, amiben természetesen a régiség az, de nem minden antik bútor szép, ugyanúgy, ahogy a muzsikában is található. Tehát őszintén szólva én sem atombombáról nem tudok, sem pedig nagyon durva kommentelőkről. Nincs nálunk sem most színes papírboltban kapható, hogy hívják ezt? Petárda. Úgyhogy nem tudom azt javasolni, hogy menjünk az MTVA székházhoz ezután a beszélgetés után az egyházi zene ügyében, mert ilyen konfliktusról nem tudok. Talán nem is baj, hogyha békésen itt maradunk a Szent Imrében. Néhány kommentelő akármit fognak mondani az urak ma este, úgy is tüntetni fog majd a 777 szerkesztősége előtt. Úgyhogy még meggondoljuk, hogy kiadjuk-e ezt a pontos címet. Parancsolj, Laci! Olvasd csak fel újra azt a mondatot, hogy mit mondtak? Egyházzenei katasztrófa előtt állunk, a középszer diadala közelében. Egyházzenei katasztrófa. Jó. Én úgy gondolom, hogy hát a katasztrófa az nem a zenébe kezdődik, hanem a szívekbe kezdődik elsősorban a katasztrófa.
akkor, amikor nagyobb jelentőséget tulajdonítunk és hatalmat engedünk a bűnnek, mint magának, az jó Istennek, a Szentléleknek, ugye? És hát még ma este sok mindenről lesz szó, de én úgy gondolom, hogy a zene önmagában, és akár a hangszer is önmagában, az hát egy ártatlan dolog, ugye, attól függ, hogy kinyúl hozzá. Otthon van a kapa felakasztva, ugye, a kertoldalára, azzal lehet a földet is felvágni, hogy az ember normális dolgot termesszen benne, de másiknak is a hátába belé lehet állítani, ez nem mindenféleképpen jó, ugye? Tehát én úgy gondolom, hogy a zene maga is egy egyszerű eszköz, ami van, most attól függetlenül, hogy ki milyen hangszert vesz a kezébe, ugye, ki mihez ért nyilván. És viszont önmagában a zene az egy ártatlan dolog, a hangszer is egy ártatlan dolog, inkább abból lesz katasztrófa, hogy az az ember, aki a kezébe veszi azt a hangszert, annak a szíve kié vajon? Mert ugye a szív bőségéből szól a száj, ezt már megmondta az Úr Jézus Krisztus, annál inkább a szív bőségéből tudunk énekelni, vagy muzsikálni, zenélni. Tehát akár orgonát veszünk a kezünkbe, már amennyire kézbe lehet venni, ugye, akár nagy bőgőt, vagy gitárt, vagy akármilyen hangszert, az én első sorban lévő személyes véleményem az, hogy abból lesz katasztrófa, hogyha a szívünk nem a jó Istené, hanem valaki másé. Szerintem itt most egy nagyon fontos alapot fektettünk le, folytatnám is ezen gondolatiságot, mármint hogy az alapokat tisztázzuk, nem kell továbbadnod, Marci, én nagyon szívesen megszólítalak téged. Mi a szerepe a zenének a liturgiában? Hiszen ugye szűkítenünk kell majd a kört nagyon a templomi zenére, a mai párbeszéd központi témájára. Tehát a liturgia és zene kapcsolatát hogyan tudjuk értelmezni vagy bemutatni? Hát én egy elég pragmatikus embernek tartom magam, ami azt jelenti, hogy megpróbálom nagyon sallangmentesen és lényegre törően nézni az életet. Így a saját véleményemet fogom ebben a dologban elmondani. Én azt gondolom, hogy a zenének egyszerre, vagy ne felejtsük el, hogy a csönd is egy jó dolog, tehát legalább annyira fontos, mint a zene, de ezt most ugorjuk át, mert hiszen nem erről van szó. Nem erről beszélgetünk. Szóval én azt gondolom, hogy a zene egy segítség. Egy segítség, egy közvetítő anyag, egy közvetítő természetű dolog, ami segíti az embereknek a lelkét, gondolatait, a spirituális jelenléttel, valósággal, mondjuk így összekötni. Nyilván nagyon nehéz, ez minden korban, korra igaz lehetett, bejönni a Szántóföldről, vagy a hatos villamosról leszállni, és bemenni egy templomba, és egy kvantumugrással lemenni az emberi, vagy az isteni mélységben, hiszen fecseg a felszín, hallgat a mély, és biztos vagyok benne, hogy egyfajta mélységben tudja megszólítani az embert a Jóisten, és ahogy a buvároknak is egy néhány métert, vagy néhány száz métert meg kell tenni addig, ameddig meglátják ezt a gyönyörű valóságot a tengerfenéken, úgy, és ehhez szüksége van valamiféle felszerelésre, mondjuk egy buvált a talpra, ami ugye segíti őket abban, hogy lemenjenek ebbe a mélységbe, így az embernek is szüksége van, szüksége lehet, inkább így fogalmazok, mondjuk éppen a zenére, ami a legszellemibb művészet, hogy egy nagyokat idézzek, vagy egy nagy embert, nagy zeneszerzőt idézzek, ebben a szellemi síkra, tulajdonképpen erről van szó, hogy szellemi síkra kell átvinni az embernek a gondolatait és a lelkét, tehát hogy ezt elősegítse. Én szerintem ez a legfontosabb szerepe, hogyha ezt a szerepét nem tölti be, akkor inkább ki kell szedni a zenét a liturgiából. Ezt mondom én. András, mivel egészítenéd ki ezt a gondolatsort? Jó estét mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy a dicsőítő szív a kulcs. Kicsit Lacinak a gondolatát szeretném erősíteni, hogyha a dicsőítő szív nem isteni, akkor szólhat valami gyönyörűen, meg szépen, meg megformáltan. De amikor majd eljön az az óra,
amikor kiesik a kezünkből a toll, amikor már nem tudunk leütni egy billentyűt sem, és amikor a pár pillanat választ el bennünket majd az időtlenségtől, hogy a mennyei Atya átölelhessen bennünket, akkor nem arról fogunk beszélgetni, hogy milyen egyházzenei katasztrófa közeleg, hanem a szívünket fogjuk odaadni Istennek. Ennek az odaadott szívnek az egyik jele, az Istennek odaadott szívnek az egyik jele, a meglátásom szerint, hogy odafigyelek az egyházra is, és odafigyelek az egyháznak a liturgiai tanítására, hogy annak a templomban bemutatott szentmise áldozatnak valóban része lehessen az a fajta zenei megszólalás, amit én oda viszek. Hogy valóban egy igazi dicsőítés alakulhasson ott ki. Mert a szentmise tulajdonképpen ez, amikor a szent vagynál vagyunk, akkor a szeráfok, a mennyei karok mind velünk éneklik és dicsőítik Istent. Tehát tulajdonképpen összekapcsolódik a mennyei a földivel, a földi a mi részünkről pedig nem lehet alantas. Stílusokon vitázni és azon gondolkodni, hogy ki jöhet be a templomba, vagy ki nem jöhet be a templomba, szerintem ez... Én azt gondolom, hogy ezen már túlléptünk. Tehát, hogy ezt már meghaladta az idő. Amikor azt látjuk, hogy a minket körülvevő világ, és nézzél magadba, hát te is hallgatod azt a rádiót, mondjuk, ahol könnyű zene van. Tehát nem azon fogunk gondolkodni, hogy vajon a könnyű zenei stílus jegyek kizárnak-e valakit, akár már a Mari nénit, aki 70 éves, ő is együtt fogja tudni majd énekelni azt az éneket, amely mondjuk a rádióknak a stílusa. De azt is látni kell, hogy a rádiókban hallott énekek azok szórakoztatásra, murira születnek. Azok az énekek viszont, amiket Isten dicsőítésére írnak, azok egyértelműen Isten dicsőítő énekek. Annak a stílusától függetlenül. Tehát én azt gondolom, hogy ez a katasztrófa, ha ilyen van, akkor ez már elkezdődött 1968-ban a Mátyás templomban a szilas misével. Én nekem csak egy megjegyzésem van, hogy engem szíven ütött, de szabályosan így, amikor egy pár évvel ezelőtt hallottam Szent Ágoston egy mondását. Ez a fantasztikusan okos ember többek közt azt találta mondani, 1600 évvel ezelőtt, még megismétlem, hogy Isten azért teremtette és adta a zenét az embernek, hogy emlékeztesse őt szellemi hazájára. És akkor azt mondtam, Úristen, hát akkor megvan a kulcsa ahhoz, hogy mi a jó zene és mi a rossz zene. Ugye? Ami fölemeli a szívet, ami elvisz egy másik világba, ami össze képes kapcsolni valamilyen szinten a lelkünket Istennel, ami fölvidít, mert Isten tényleg nem igaz, hogy síralom völgy csak a föld. Isten boldogságra akar hívni bennünket, és ebben benne van bizony a jó kedv is. Sőt, nincs annál szomorú, mint amikor látunk egy szomorú keresztényt, ugye? Régen, annak idején az átkosban mondták, hogy a szenteknek ugye a faragott oltárképeknek olyan fancsali arcuk van, hát csak azt nem vették észre, hogy persze, mert ugye elragadtatásban vannak, hát akkor nyilván nem fog teli szájjal mosolyogni. De ezt, ha lehet, akkor fontoljuk meg ezt a bizonyos mondatot azzal, hogy létezik a szórakoztatás, de a templomban nem jó, hogyha szórakozunk. Ez egész biztos. Ugye a zene, hogy a mennyei hazára emlékeztessen, ugye Ágostontól akkor ezt tanultuk, volt egy történelmi pillanat, vagy zenetörténeti pillanat viszont, amikor úgy gondoltuk mi emberek, hogy az orgona való igazán arra, hogy a mennyei hazára emlékeztessen. De Csányi Tamáshoz fordulnék, és tőle kérdezném, hogy akkor hogy is került így az orgona a templomba? Itt még az alapok tisztázásánál szerintem ez egy fontos kérdés. Fogalmam sincs, mert a zenetörténet talán annyit tarthat számon, hogy valahol Alexandriában kell keresni a hangszer gyökereit, a vízi orgonát, a vízzel pumpált levegőt, aztán értelemszerűen a vizet igyekeztek kiiktatni, hiszen az sokkal jobban röghöz köt, és aztán olyan eszközök is elkezdtek az orgona részeivé válni, amelyek hamar rozsdásodtak ettől.
Úgyhogy az orgona bekerülése a templomba, illetve általában minden olyan helyre, ahova az ünnepélyesség és a megnemesítés volt a cél, az már az ókorban elkezdődött, tehát a világi uralkodók ugyanúgy használták ezt a hangszert, amikor bevonultak valahova, kivonultak valahonnan. Olyan leírásokat is olvashatunk, hogy aranyból is kiöntött orgonát ajándékoztak egymásnak különböző uralkodók, úgyhogy az ünnepélyesség és a reprezentáció talán az első cél. A második cél a szórakoztatás, az arénákban is használták a vízi orgonát, és éppen ezért aztán a katolikus egyház egy időben nem is nagyon szerette a templomban. Részben ezért, hiszen ez valamiféle optikát biztosított arra, hogy honnan jön az orgona és hova keveredett el, vagyis rossz helyre keveredett el. Ettől függetlenül a hangszer története inkább talán a tanítás oldaláról megközelíthető, hiszen az ókeresztények, illetve a zsidó kultúrából való zsoltározáshoz nem kellett hangszer, ezt nem is igényelte senki. Az a kialakulás, az a folyamat, ami alatt a zsoltározásban a szólista kórus váltakozás, vagyis a szólista, vagy az előénekes és a nép váltakozása a zsoltározással dicsőítette az Istent, ehhez valóban nem kellett hangszer, viszont a tanításhoz az jól jött, amikor már a gyerekeket kellett bevezetni abba a tudományba, amit muzsikának nevezünk, és nyilván a finomodás által, hogy már nem könyökkel vagy tenyérrel kellett nyomni egy-egy billentyűt, meghozta azt az örömöt is, hogy játszani lehetett darabon az orgonát, ezt talán Angliához szokták kötni, amikor a Winchesteri katedrálisban megépült az első valóban nagy orgona, amit több tucat fiatal kellett, hogy fújtasson. Érdekes látvány lehetett, a halványt természetesen hozzátéve ehhez. Úgyhogy a későbbi világi életből ez azért kopott ki, hiszen ez nehezen szállítható. Minél nagyobb egy orgona, annál inkább röghöz kötött. Most már csak az elektromos orgonákat lehet a hónunk alá csapni, egy igazi templomi orgonát nem. Úgyhogy értelemszerűen ez visszaszorult a templomba, az ünnepélyességet megadta, az alaphangot, és amikor a zene, az egyházi zene már nem csak azoknak lehetett kiváltsága, akik ebben általában és minden nap gyakorlatot szereztek, hanem a népi kultúra is ezt felkarolta, akkor kifejezetten támogatta az éneklést. Ebben értelemszerűen nem a hangszerben, de a éneklésben vagy a népéneklés elterjedésében sokat köszönhetünk az anyanyelvűségnek, vagyis a reformációnak is, amely megtanította az embereket anyanyelven énekelni, és ezáltal közel hozta a zenét azokhoz is, akikhez az előző évszázadok még távol tartották. Épp csak néhány napot ugrunk az időben, amikor a gitár megjelenését kezdjük vizsgálni a liturgiában, illetve a templomokban, és most akkor a gitáros dicsőítőket kérdezem, hogy az ő eszközük az hogyan jutott be a templomba? Ki volt az, vagy tudjuk-e egyáltalán azonosítani, aki először becsempészte valahogy a gitárt, és ott elkövette az ősbűnt, elővette és játszott rajta? Szerintem Dávid királynál kell keresgélni, de nem vagyok benne biztos. Nyilván modern korra vonatkozik. Persze, ja. Hát, hogy idehaza, ugye itt már említettük ezt az 1968-as dátumot, de azóta protestáns testvérek jelezték, hogy ők hamarabb voltak, de nem voltak olyan hangosak, úgyhogy marad a szilasmise. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyjából ez. Amikor Sie Jenővel beszélgettem egyszer, akkor ő is ugyanezt a dátumot ugye jegyezte meg, vagy nem olyan régen a Daxa, Ferenci Rudolfal kerestük így a gyökereket, beszéltük meg, hogy hogyan is indult ez az egész, és ő is nagyjából ide vezette vissza. Tehát ott 1967-68 környékén ott valami történt, és azt mondják az okosabbak, hogy akkor a világi zenében is történt valami. Tehát, hogy ott ha az a lendület, ami annak idején, úgy ebben az időszakban megmarad, akkor lehet, hogy
egy magyarországi ABBA együttesről beszélnénk, és tessék? Bocsánat, erről beszélünk majd még, András, de vissza fogunk térni még, akkor a Lacinak meghallgatjuk a vonatkozó gondolat. Jó, hát az, hogy a gitár hogy került be a templomba, valaki bévitte, ugye, aki szeretett énekelni Istennek, viszont én egy picit visszalépnék csak annyira, hogy hát ugye magának a hangszereknek a megjelenése itt nagy-nagy örömömre szolgált, amikor ugye édesapám is jó kántor volt több mint 40 esztendünk keresztül a Csíkszered, a mellett Csíkmenaságon, és hát ugye a templomba először mi is semmi más nem hallottunk, csak orgonát. Szerettünk is énekelni rajta. Ugye kérdezték az egyszeri kántort, hogy mi vannak fehér meg fekete billentyűk, azt mondja, a fiam, a ünnepi mise van, a fehéreken játszok, gyászmisén a feketéken. Na, nem is erről van szó, csak azért, hogy ne elaludjunk itt ma este. Hanem ugye az egésznek a lényege az az, hogy egyáltalán, amikor megjelenik maga egy hangszer, ugye, hogy avval mit kezdünk, már ezt az előbb is mondtam, hogy hát egyszerűen ugye a Dávidnál tapasztalható az a dolog, amikor elkezdenek a hangszerek megjelenni úgy egyáltalán a liturgiában, ha szabad azt mondani, ugye, mert az ószövetségi istentiszteletet ugye hát nagyon-nagyon sokáig az áldozat bemutatás jellemezte, hozták a bikát, vágták, ontották a vért, ugye, és ez volt, viszont Dávid valamit megsejtett abból, amikor ugye a első krónikák könyvének a 13. fejezetének a 3. versében azt mondja, hogy elhozzuk Isten ládáját, mivel Saul idejében nem gondoltunk rá. Tehát Dávidnak ott van a szívében, hogy az Isten jelenlétét, ugye ez a lényeg, mert tulajdonképpen ezért van az egész nagy csinnadratta, vissza kell állítani a helyére, és akkor ugye ugyanebben a fejezetben az 1 krónika 13.8-ban pedig egy nagyon szomorú felvonulást látunk, már biztos többen olvastátok ezt a Szentírásból, azt mondja, hogy Dávid és egész Izrael teljes lelkesedéssel táncolt Isten előtt, citera, hárfa, dob, csengő és cintányér hangjára énekelve. Hát azt mondanám itt, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek, mert ugye itt ennek az egész versnek az a lényege, hogy az egész Isten előtt zajlott. Tehát nem azért húzták, vonták a hangszereket, hogy bemutassák, hogy milyen virtuóz vagyok, hogy hány hangot tudok másodpercenként lejátszani, ugye, mint a fúrószárra szerelt pengetővel, ugye, a szólogitáros, hanem az egész Isten jelenléte miatt van, ugye? Tehát Isten jelen van, ott van, Dávid is ezt érzi meg itt ezen a ponton, és hát itt, ha megnézzük ezt, akkor ugye hát azt meg kell jegyeznünk, hogy Dávid és egész Izrael teljes lelkesedéssel táncolt, ugye? Tehát ez nem egy ilyen kis szolid bulicska volt, ugye? Hanem abban benne volt minden, aki látta a Dávid című filmet, az látja. De nem volt elég az, hogy itt táncoltak Dávid és egész Izrael, hanem elővették a hangszereket, nem más, mint ugye itt azt írja a Szent István féle fordítás, hogy citera, hárfa, dob, csengő és cintányér hangjára énekelve. Tehát Dávid megsejtett valamit ezekből a dolgokból, hogy a hangszert azt arra rendeltetésre kell állítani, ami a rendeltetés, hogy kifejezzük vele Isten hatalmát, Isten nagyságát, Isten dicsőségét, az ő tökéletességét. És ugye, hogy így a modernebb korban, hogy húros hangszerek, erről most nem tartunk előadást, hogy hogyan fejlődtek, ugye, és elérkeztünk a gitárig, tehát azok az emberkék, akiknek a szívük, ahogy már mondtuk, először Istené volt, hát azt mondták, hogy hát miért ne énekelhetnék gitáron is a jó Istennek, vagy miért ne dobolhatnék a jó Istennek, hogyha már az mi őseink, elődeink, akik Istent ünnepelték, azok fogták az összes hangszert, és arra helyre tették, ahová való, ünnepelni a mindenható Istent. Szóval röviden válaszolva a kérdésre, szerintem nyugodtan. Csak szerintem a modern könnyű zenével párhuzamosan együtt ment át a liturgiába, illetve a szakrális könnyű zenébe a könnyű zene, tehát igen, tehát értjük. Aminek a gyökere ugye Amerika, a gospel zene, a feketék, és aztán a gospel nyilván ez stílus egyé alakult, most ugye a zene esztétikai fejlődését nézve, aztán jött a beat korszak, körülbelül ez volt az az időszak, amit az András említett, amikor Szilas, Imre,
aki egyébként Amerikában, Kaliforniában él, több megbecsülést is kaphatna, mert rendkívül jó zeneszerző lehetne, vagy az, ha alkotna még többet. Hát rossz idő is, egy szünet után újra elővette. Igen, igen, igen. Szóval, hogy tehát Magyarországon körülbelül ebbe a beat korszakban ment át, de tulajdonképpen ezt lehet mondani, hogy a könnyűzenével párhuzamosan és egy időben beszivárgott a, hála Istennek, a templomok falai közé is a könnyűzene, és így vált szakrális könnyűzenévé, ha ezt a terminus technikust elfogadjuk. Én mindenképpen elfogadom, egy megengedő moderátor szerepében szeretnék ma feltűnni. Szerintem még mindig az alapozáshoz, de ugyanakkor a lényeg megvilágításához hozzátartozik, hogyha megnézzük, megvizsgáljuk azt a segítségetekkel, hogy milyen állapotban is van ma a kortárs magyar komoly zene és könnyű zene, hiszen most feszegetjük ugye, hogy pontosan mi, hogyan, mikor került be a templomba, de én azt gondolom laikusként, hogy a kettő fejlődése teljesen nem elválasztható egymástól. Valahol mégiscsak kéz a kézben jár a teljesen világias zene és az egyházias zene. Most nyilvánvalóan a világias az nem a, mondjuk a tartalma, hanem a stílusa fejti meg, tehát nem Black Sabbathról szeretnék majd elkezdeni értekezni. Magyar komoly zene, Karnagy úr, művész úr, hogyan látjátok a magyar komoly zene jelenlegi helyzetét? Igen, hát először is egy ember élet kevés a vázlatos áttekintéshez is, tehát manapság ugye azért az elmúlt 100 évben különösen ez a bizonyos individualista szemlélet egyre erőteljesebbé vált, és a művészek már a romantikában is elkezdték megvalósítani önmagukat. Ez aztán eljutott addig a mondjuk abszolút csúcsig, vagy negatív csúcsig, nem tudom, emlékeztek-e arra a reklámra, amikor egy hölgy ottan valami francia parfümöt szagolgat, és azt mondja, hogy mert ez jár nekem. Ez egy ilyen alapmondat, ugye? Mint ahogy például, amikor Párizsba kiállították az üres képkeretet, azzal, hogy aláírták, hogy kompozíció, és megszületett már 1946-ban egy olyan darab, zongoradarab, 4 perc 16 másodperc, amikor a zongor... 17, igen. Amikor a zongorista tesz, vesz ott a zongora körül, állítja a széket, állítja a billentyű fedelet, meg a tetőt, csóválja a fejét. Szóval a lényeg az, hogy semmiféle hang el nem hangzik. Na, tehát, hogy ilyen csúcsokig is eljutott a modern zeneszerzők, azon kívül ugye lángvágóval szétvágni a zongorát, az is elhangzott, illetve hát nem tudom, mennyire lehet ez zenének nevezni, és vannak olyan zeneszerzők, akik nem csak kísérleteznek a 12 fokúsággal, ugye ez is már vagy 80 éves, amit úgy titulálnak legtöbben, hogy nehéz hallgatni. Másrésztről viszont ugye vannak olyan zeneszerzők, akik visszatértek a dallamhoz. Tehát a klasszikus, mai modern zenében is bizony vannak olyan kompozíciók, amiket nagyon jó meghallgatni. Csak hogy ezekhez a kompozíciókhoz kell bizonyos fajta elkötelezettség, mondjuk így, hogy odaajánlás, ugye? Tehát, hogy bizony rászánni a figyelmemet, egy picit utána nézni, többször meghallgatni. Na most a könnyűzenében nagyon sokszor ez nincs, mert azt mondjuk, hogy ha az a dallam első hallásra jól megragad a fülünkben, akkor azt tuti, hogy jó dallam. És ez így is van. Ez így is van. Ugye, hát az egyházi népénekekben én egyébként fújom együtt a szentmiséken, tehát nincsen probléma, de körülbelül az van, hogy egy hang föl, egy hang le. Aztán esetleg két hang föl, két hang le, könnyen meg lehet jegyezni. De akkor mi van a Richard Kleidermannak a dallamaival, amik állati bonyolultak, és mégis elsőre megjegyezhetők? Tehát ez szerintem egy ilyen zeneesztétikai vitával alakulna, amit semmiképp nem akarok, én csak azt tudom mondani, hogy én, mint klasszikus, romantikus műveket játszó előadó művész, én a templomban ugyanúgy fújom a tezéi dalokat, ha ki van vetítve, akkor még a többit is, tehát én nem zárkozom el egyáltalán attól, hogy ezeket a gitárral, énekszóval, netán még akár valamilyen más hangszerrel, fuvolával is megszólaltatott darabokat ugye a Szent Misén hallgassam, éneklek velük, csak azt kell megkérdeznem, hogy ez mennyiben ad
segítséget a transzcendens, ugye a másik világra mutató élménynek a megtalálásához. Nálam egy mutató azért van, és ez nagyon fontos, a minőség. Tehát, hogyha úgy gitározik, úgy énekelnek, össze van próbálva, ugye, akkor ez létrejött. Én ezt nem vitatom el, és ilyesformán nem török semmiféleképpen pálcát, csak ehhez ragaszkodom, hogy a Szentmisén minden azt segítse, hogy minél jobban át tudjuk élni, hogy itt tulajdonképpen átéljük Krisztusnak a kereszthalálát, ugye, és egyfajta passió is végbe megy a Szentmisén, és ez ki kell, hogy mozdítson bennünket saját magunkból. Létre kell, hogy jöjjön a Szentmisén, ha nem is mindegyiken, de sokszor az a bizonyos katartikus élmény, hogy Uram Isten, Te, aki a világ egyetemet teremtetted, és minket megteremtetted, és végtelenül szeretsz minket, eljössz hozzám? Testembe tudlak fogadni? Hát aki ezt egyszer átérzi, azt szerintem kiveri a verejték. Ha ez segít a zene, akkor az jó zene. Legyen az könnyű gitáros, legyen az orgona zene. Köszönöm szépen. Bocsánat, kérek csak, már itt türelmetlenségemben itt húzogatom, hogy egy gyűrűt föl le az jobb kezemen. Igazából azt érzem, hogy picit kerülgetjük a forrókását. És azt gondolom, hogy a nézők és a hallgatók leginkább arra kíváncsiak, hogy miért van az, hogy beülünk egy-egy misére, és ez most már nem, hogy mondjam, ne általánosok beszéljünk, én is beülök egy misére, most nem mondok templomot, nem mondok várost, és a zene egyszerűen nemhogy valamiféle fölfelé, vagy bármere vinne, de inkább annyira lehangol, hogy fölvágom az ereimet. Nem akarom bántani azt a zeneszerzőt, aki a 30-as években megírta mondjuk azt, hogy szép piros véreddel öntözgettél, vagy nem tudom. De valljuk be őszintén, hogy a zenének van egy olyan természete, hogy stílus is tartozik hozzá, mint ahogy a divathoz is. Most biztos nagyon szépek lennénk, hogyha most így körbenézek a közönségen, általában egy szűk farmer, vagy szűk végű farmerokat látok, és nem, mert éppen ez a divat, hogy nem a trapéz, és ez a zenére is igaz, tehát a művészetre is igaz, hogy van a művészeteknek egy általános fejlődési dinamizmusa. És tudomásul kell venni, hogy nem a 20-as, és nem az 1920-as, és nem az 1930-as években élünk. Márpedig a népénekeknek a garmada, vagy nagy többsége, az ezekben szület, és azóta nem is nagyon történt ebbe változás. Szerintem ez a fő probléma, és emiatt én sajnos sokszor nagyon lehangoltan, és nagyon szomorúan érzem magam egy templomban, és lehet, hogy az én hibám, rám lehet fogni, de most tegyük a szívünkre a kezünket, és szívesen tartanék itt egy közvéleménykutatást, csak nem akarok most itt senkit helyzetbe hozni, de szerintem sokan érezzük ezt az élményt, hogy ott ülünk a templomba, és az a zene, mondjuk a padsorokban, és az a orgonás zene, vagy népének egyszerűen semmit nem jelent nekünk. És ezért nem lehet se engem számon kérni, se a 20 éves öcsémet, se a nem tudom kicsodát. De csak gondolatindítónak. András, tett itt egy olyan megjegyzés mikrofonon kívül, hogy vagy gitáros, de viszont van köztünk egy gyakorló kántor, akit én erre mindenképpen szeretném, hogyha sikerülne rávenni egy reflexióra. Köszönöm szépen. A magam részéről nem gondolnám, hogy a népénekek osztályozásában lényeges különbséget kéne tenni a gitárosokkal szemben. Nyilván a gitáros irodalmat én kevésbé ismerem, vagy azt a metszetét ismerem, amit a Szent Imrében hallok. Ez azért talán elég bőséges. Nem akartam kipécézni a népénekeket, csak ez egy kiragadott példa volt. Természetesen a gitározenékre is vonatkozik az, hogy voltam, olyat is hallottam, hogy majdnem így kimenekültem a templomból. Tehát, hogy nem a műfajra értettem. Tehát ne vedd személyesen. De annak veszem. De örülök, mert erre előbb-utóbb rátértem volna én is, hiszen akár a Szent vagy Uram, de még az Éneklő Egyház című gyűjtőben is bőven tartalmaz olyan éneket, amelyet egy bizonyos hagyomány okozott ránk. Tehát, hogyha valaki 30, 40, 70 év alatt megszokta, hogy naponta 3 kávét iszik, az nagyon nehezen fog váltani már későbbiekben.
Azon kívül nyilván ezt felülről is, meg alulról is lehet nézni. A gitáros muzsikában ez egy alapvető probléma, hogy ahogy egy kántornál vagy egy orgonaművésznél megkövetelik az alapokat, egy bizonyos iskolázottságot, most már legalábbis megkövetelik, azt hiszem, a gitáros muzsikánál ez nincs meg. Tehát egy gitáros lehet, hogy tanult klasszikus gitárt 10 évig, de amikor tagja lesz egy gitáros, egy templomi gitáros együttesnek, akkor bizony egy olyan közegbe kerül, ahol ez nem paraméter. Senki nem kívánta meg, hogy ezt megtegye. Ez baj. A II. Vatikáni zsinat óta ez különlegesen baj, hiszen olyan cölöpök, olyan paraméterek léteznek a Szentmisében, amit a gitáros kultúra sem írhatna felül. Tehát az ordináriumot, az uramirgalmazt, a dicsőséget és így tovább, azt például el kéne tudni játszani szóról szóra. Mert ez a kívánalom, a liturgikus kívánalom, ez alól nincs kibúvó. Tehát akármilyen kedves is az, hogy karácsonykor kisdedes és karácsonyi énekeket énekelünk, a dicsőség nem lehet a karácsonyi dicsőség a hivatalos helyzet szerint. És a hivatalos helyzetet el kell fogadni, hogyha valaki a katolikus egyház tagjának érzi magát, mert ettől egyetemes. Zágrábtól kezdve, Argentináig, attól egyetemes, hogy én mindenhol, ahol járok a világban, csatlakozni tudok a mi atyánkhoz, mert annak a szövege mindig ugyanaz. Csatlakozni tudok az Isten bárányához, mert annak a szövege mindig ugyanaz. Ez szerintem probléma, nem tudom, hogy az országban máshol a gitáros helyzetek, vagy a gitáros együttesek mit tudnak mentségükre felhozni, de ezek olyan változtathatatlan paraméterek, amelyek valóban szülhetnek problémát. Akár az egyházközség tagjai, merevebb tagjai, vagy komolyabb tagjai, akár egy-egy plebános és a gitáros csapat között. De ebben egyáltalán nem vagyok szakértő, csak hogyha már itt Márton lerántott minket a földre nagyon helyesen, akkor én tovább csoszognék a népénekek tárgyában. A népénekek ügye az valóban az elmúlt századra tekint vissza, és egy olyan fajta kultúrát is tükröz, ezzel a bizonyos idézettel, ami nem kívánatos ma. És nem azt mondanám, hogy ma már, akkor sem kellett volna, hogy kiválatos legyen. De azt adta meg nekünk a lehetőség. És ennek szerző párosát vagy szerzőit, akik az elmúlt század elején ezeket a rokokó és kicsit édeskés énekeket ránk hagyták, ezeknek azért jár annyi dicsőség, hogy egy nehéz korban tették ezt. De hogyha végig tekintünk a fán, aminek látjuk a lombját, és látjuk a törzsét, de nem látjuk a gyökerét, amely pedig ugyanakkora, mint a lombja, akkor nyugodtan visszamehetünk körülbelül a 16. századig. Akár Erdélyig, akár Kájoni Jánoshoz, akár pedig az előtte lévő olyan gyűjteményekhez, amelyekben igazi kincsek vannak, mind versében, mind pedig dallamában. Én elkötelezett vagyok ebben a tárgyban, és itt a szomszédos templomban a kedves hívek kénytelenek ezt az elkötelezettséget némileg követni. Én úgy hiszem, hogy a régi népének hagyományból ki lehet találni, vagy ki lehet szűrni azt, át lehet szűrni azt, ami abból vállalható. Hiszen az a hagyaték még világosan megírt volt a zsinat előtti tanításra, vagyis kezdetre, ezt a szöveget ajánlom dicsőségre, ezt a versszakot ajánlom felajánlásra, ezt a versszakot ajánlom. Tehát van egy bizonyos fajta lehetőségünk válogatni, hogy ne ezeket az édeskés, szerelmes, világoskék és rózsaszín máriácskás énekeket próbáljuk énekelni. És ez már legalábbis számomra nem feltétlenül zenei kérdés, hanem az identitás kérdése. És 2019-ben ez különösen fontos helyzet, hogy vajon mi az, amit feladunk abból a hagyatékból, amit el akarnak tőlünk venni. Mert ez egyfajta küzdelem. Amit mi meg tudunk tartani a templom falain belül, azt rajtunk kívül senki más nem fogja megtenni. Csak mi.
akik a templomba járunk. Tehát úgy érdemes szapulni, és úgy érdemes szidni, hogyha az ember valamit cselekszik is. Nekem egy régi történet jut eszembe, még Blankenstein Miklós mesélte valamikor, hogy az Üli úton látott egy fiatalembert, aki mindig következetesen egy olyan misére ment, amelyik elviselhetetlen volt. Egy idős papbácsi mondta, nagyon helytelenül, nagyon csúnyán, nagyon közönösen, stb. Stb. És amikor megkérdezte tőle, hogy miért jár ide, akkor azt válaszolta, hogy a szent mise szentsége nem függ attól, hogy ki mondja. És én azért jövök ide, hogy a szent mise szentségét átéljem. És ez egy nagyon maradandó történet volt számomra, mert annak a feloldását adta meg, hogy a mai ember számára a látványpékség az első, nem pedig a belső minőség. Tehát, hogyha elmegyek egy templomba, akkor nem aszerint szabad válogatni, hogy ott marha jó a gitáros kórus, vagy itt nagyon szép, nem is tudom mit énekelnek, vagy ott táncolnak is, vagy ott tapsolnak is, vagy ott nem olvasnak fel Ószövetséget. Tehát nagyon sok a választék, de hogyha ennek a dolognak engedünk a népénekek az örökség tárgyában, mert a liturgikus népének az ugyanolyan, mint a népdal. Az világi, ez pedig egyházi. Az egy szerencsétlen helyzet, hogy a múlt században a történelmi szükségszerűség okán a népdalainkat sokkal jobban feltérképezték, mint a liturgikus népdalokat. Tehát azokat az énekeket, amelyeket Kályoni János és utódai hagytak ránk valamikor, még Pázmány Péter indítatására. Na ott van még rengeteg feladat. Csak a Kályoni Kancionálé 820 versszöveget tartalmaz. És hogyha ebből tegyük fel 400 nem használható ma már, akkor 420 még igen. Csak persze ez egy nagy váltás, mert azok a szövegek más miatt lesznek maradandók a következő évszázadban is. Ahogy az ember Ady Endrét sem fogalmazza át, ahogy Balassi Bálintot sem fogalmazza át. Bocsánat, Tamás, hogy félbeszakítalak, csak hogy nem, semmi, csak az embernek van ilyen ihletett állapot a menet közben, hogy reagáljon. Csak eszembe jutott, hogy annyit szeretnék mondani, hogy én nem gondolom azt, hogy a templom az egy múzeum, ahol örökségvédelem történik, ahol az archaikus kultúrátnak a megőrzésének a helye. Tehát én nagyon, legnagyobb tisztelettel vagyok a népzene iránt is, a 20-as évek, 30-as évek egyházi népénekei iránt. Biztos abban a korban megtette ellátta azt a funkciót, amire hivatott volt. De egy olyan korban élünk, ahol ha csak Nyugat-Európában körbenézzünk a templomokba, amíg le nem rombolt templomokban, mondjuk Franciaországban, hogy tehát most már nem az a kérdés, hogy most ilyen ének vagy olyan ének, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán az embereket meg tudjuk szólítani. Sőt, most már nem is az a kérdés, hogy a templomban meg tudjuk szólítani az embereket, hanem egyáltalán a világban, az utcában meg tudjuk, és el tudjuk hívni az embereket egyáltalán oda, hogy bemenjenek a templomba. És ha már bevennek, akkor lehet ezekről, de hogy akkor is ott kell tartani a híveket. És szerintem hát ha csak most itt körbenézünk, a jelenlévőknek az átlag életkora, sugott nekem a Marti Zoli, 26 és azt hiszem 36 közötti korosztály. Azért ez se véletlen, hogy ez a korosztály, most tegye fel a kezét, aki ne, jó, ne csináljunk közönyi kutatást, de hogy... Nyugodtan, csináljunk. Hajrá, Marci! Jó, ki hallgat könnyű zenét? Alapvetően az életének a masszív szakaszában. Jó, kezeket le. Ki hallgat az életének a masszív szakaszában komoly zenét? Sok, de ha szerintem valós statisztikát néznénk, azt kell mondani...
Ha most elkérném mindenkinek a telefonját, és megnézném, hogy Spotify-on milyen listái vannak, biztos vagyok benne, hogy nem komoly zenei listák lennének. De egyébként készültek ilyen statisztikák, tehát ezeket meg lehet nézni. A fiatalok, vagy a 25-36 év közötti korosztály, vagy 15-40, tágíthatjuk a szegmenst, alapvetően könnyű zenét hallgat, és alapvetően a könnyű zene segíti. Én vagyok a legboldogabb egyébként, hogyha magasabb művészetek, én csináltam magas művészetet összehozva mondjuk könnyebb műfajokkal, nagyon nehéz dolog, és le a kalappal mindenki előtt, aki a magasabb műfajok felé fordul. Én vagyok a legboldogabb. Én csak azt látom, hogy alapvetően ebben a néprétegben a könnyű zene a mainstream. És te a kompozícióiddal fönt vagy a Spotify-on? Fönt vagyok. Mert én igen. Az Apple Musicon is fönt vagyunk. Tehát egyszerűen föl kell tenni magadat. Aki nincs a YouTube-on és a Spotify-on, az nem is ember. Az egy dolog, hogy valami fönt van. Az a kérdés, hogy milyen lista készül belőle, és rajta van-e a... Rajta van. De most nem akarom egyébként elmókázni ezt a témát. Csak azt akarom mondani, hogy én azt gondolom, hogy ez egy valós megközelítési. Cáfoljatok meg nyugodtan, és nem cinizmusból mondtam ezt, hogy a templom az nem egy múzeum, de szerintem, nem mindegy, Laci, láttam, hogy szerettél volna valamit mondani ehhez kapcsolódóan. Fogy az első blokkban az időnk, de megköszönöm, hogyha erre még reagálunk. Tehát itt most nagyon-nagyon értékes és izgalmas beszélgetések kezdődtek. Jó, hát én csak egy picit másik fele akartam kanyarítani a szekély rúdját. Tehát egyszerűen ugye, ha liturgiáról és arról van szó, hogy... Tehát, hogy belékapcsolódunk mindannyian. Tehát nem az van, hogy mint bemész egy Mozart koncertre, ott ugye azért mész, mert hallgatod az egészet, hanem ugye ott ezeknek a fajta éneklésnek pont az a lényege, hogy a személy, én az ember, ahogy mondja Jézus, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és minden erőből belekapcsolódok abba, ami ott éppen van. Tehát, hogyha most népéneket énekelek, akkor is énekelem torkom szakadtából, hozzád sohajt a lélek, urunk, ugye? Vagy ha éppen azt énekeljük, hogy tied a dicsőség, ugye? Akkor azban is benne vagyok. Miért? Mert ezek a zenék, amik a liturgiában kellenek, azok nem arra születtek, hogy hallgassuk őket, és csodálkozzunk, hogy jaj, de szép, igen, és akkor végighallgatjuk, hanem az a lényege, ugye, hogy én, mint személy, mint ember, azért megyek a templomba, azért megyek a dicsőítésre, hogy ünnepeljem Istent. Én beleadom magamat úgy, ahogy vagyok, szőröstől, bőröstől, amin van, és ugye nagyon nehéz énekelni egy olyan éneket, amit nem tudok, vagy ami olyan kacskaringós dallama van, ugye, hogy 8 évig kell tanulnia. Ugye édesapám, mondtam, kántor volt, és hát próbáltuk a gregoriánkottákat, ugye, végül pompálni kellett a levegőt, hogy ki tudjuk oda énekelni, de hogy a zenének ez a lényege, hogy én, mint személy, belekapcsolódjak teljesen, és most függetlenül attól, hogy ugye mi, tehát, hogy legalább annyira jól érezzem magam a Szentmisén, mint ahogy egy bulin. És a másik dologban pedig csak annyi, hogy ugye volt egy óriási korszakváltás, hogy szétválasztódott a profán zene és úgymond a szent zene. Ugye Izrael történetében ez nem így volt, mert ők egyáltalán nem tudták elképzelni az ünnepet Isten nélkül. Tehát nem volt náluk olyan, hogy örvendezünk, és ott abban nincsen Isten. Tehát ugyanazzal a dallal ünnepeltek a lakodalomba, amikor férhez ment, ugye, a leánka, mint amikor elmentek a templomba. Tehát nem volt nekik kétfajta zenéjük, hogy most egyet énekelünk, amikor jól akarunk magunkat érezni, akkor szórakozunk, ugye? És akkor elmegyünk egy másik helyről, viselkedünk egy kicsit, ugye? Tehát, hogy maga a személy, maga az ember az életem lényegét, az életem örömét nem is tudom elképzelni Isten nélkül. És ebben egy eszköz volt a zene, hogy én teljes szívvel belekapcsolódjak. Amen. Mielőtt szünetre mennénk, egy pár perc szünetre, András nagyon türelmesen ül itt, pedig elindultott egy gondolatot, amire megígértem, hogy vissza fogunk térni. Valami olyasmit kezdtél el mondani, hogy nagyon kis hia volt, hogy nem az eukariszt lett az abba. Azt nem mondtam. Az abba.
De az biztos, erre vannak tanulmányok, kimutatták, hogy például a svédeknél, Svédországban nagyon hamar felismerték, hogy a kultúrából származó bevételeknek, ugye ezt a svéd kormány ismerte fel, az 53%-a az a koncertek látogatásából származik. Ez egy nagyon nagy szám ma is. És azt veszik észre, hogy ez a szám ez folyamatosan nő évről évre 15%-kal. Csak annyit mondjuk, hogy a svéd árszínvonal szerint. Mert én benne vagyok a magyar koncert életben, és tudnék mesélni a versenyszféra-szerű rendezési költségekről, és az ilyen pici jegyárakról. Bocsánat. Igen, idehaza ez nincs. Tehát éppen én is ezt akarom mondani, hogy Svédországban ezt felismerték ideje korán. És hogyha ugyanez megtörtént volna idehaza, akkor nem lenne egy ilyen kérdés, hogy együtt tud-e élni, és akkor itt még a templomról és egyházi zenéről nem is beszélünk, hogy együtt tud-e élni igazán egymás mellett a könnyű zene és a komoly zene. A svédek ezt felismerték, és ma is a zeneiskolákat nagyon is támogatják, és a zeneiskolában együtt tanítják a zeneoktatáson keretén belül a könnyű zenét és a komoly zenét. Ma idehaza, ugye ez nincs meg, de mintha érezhetnénk valamiféle tendenciát. Minthogyha érdekesnek foghatnánk föl, hogy mi itt ülünk egy színpadon. Meg hogy már születhettek meg olyan egyébként templomban is megszólaltatott művek, hogy akkor visszatérjek a templomba, ahol egyébként a komoly zenéhez értő és azt művelő zenész a sajátját tudta hozzátenni, és a könnyű zenét művelő pedig szintén a sajátját, és ebből egy olyan egység tudott megvalósulni, amiből nem kavalkád lett, hanem az oltár körüli egy szív, egy lélek egysége. Most az egy szív, egy lélek egységének gondolatával megyünk el 5 perc szünetre. Arra kérek szépen mindenkit, hogy mivel látjátok, ez egy kimeríthetetlen és nagyon izgalmas téma, és nagyon bőséges 50 perc áll majd utána előttünk, gyertek vissza időben a második etapra, amikor lehetőségetek lesz nektek is, és azoknak is, akik online követik ezt a mai eseményt, kérdezni a vendégeinktől. 5 perc múlva találkozunk.
És hogyha nem. 2-3. Ez már biztató. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a pontoságot, hogy volt szó róla, hogy milyen fontos a csönd, annak is megvan a jelentősége, és egy fegyelmezett közönséggel ezt a jelentőséget be is lehet mutatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy időben visszajöttetek. És akkor folytatjuk a 777 offline 2019 januári alkalmát. Ugye itt valaki besukta, egyet több hetest mondtam szerintem, mint amennyit kellett volna. Tehát a 777 offline 2019 januári alkalmáról van szó, ahol itt az egyházi komoly és könnyű zene kapcsolatát feszegetjük egy nagyon izgalmas beszélgetés keretében. Ígértem, és ez tényleg így van. Ma már emlegettük az MTV-t, ugye, tehát hogyha én valamit megígérek, akkor az úgy van, ismerjük ezt az örökbecsüt, hogy a második szekcióban ti kérdezhettek a vendégeinktől. Ez érvényes természetesen azokra is, akik online néznek minket a Shoeshine közvetítésén keresztül. Őtőlük azt kérem szépen, hogy a 777 Facebook oldalának küldjenek üzenetet. Ez a legegyszerűbb módja, hogy a kollégák összetudják ezeket az interneten érkező kérdéseket gyűjteni, és továbbítani tudják nekem. Aztán ebből igyekszem minél többet feltenni majd a vendégeinknek. Akik pedig itt vannak a helyszínen, nekik nagyon-nagyon egyszerű és könnyű dolguk van, csak jelezni kell, hogy van kérdés. Úgyhogy az én kérdésem hozzátok az, hogy van-e kérdés rögtön itt a szekció elején. Így kell gyorsan jelentkezni, bravo. Itt a második sorban rögtön a fiatalember. Szerintem már a szünet eleje óta arra készültél, ugye? Hogy... Már napok óta. Napok óta. Parancsolj, tiéd a pálya. Én a kettő kérdés jutott az eszembe. Az egyik egy hasonló komment, mint ami a nyitó kérdésben volt, szintén a Facebookról, csak nem ebből a beszélgetésből, hanem egy másikból, ahol a kommentelő azt írta, hogy az egyházzene, a katolikus egyházzene mindig is a gregoriánumon alapult, egészen a romantikáig még Liszt is, ha egyházzenét komponált, akkor a gregoriánhoz nyúlt vissza, és ez a keresztény könnyűzenében megtört, mert a keresztény könnyűzenészek a gregoriánumot nem ismerik, és vagy nem használják, és ezért nem lenne olyan jó a keresztény könnyűzene, mint a korábbi keresztény zene. És erről szeretném megkérdezni a vita résztvevőit, hogy mit gondolnak. A másik kérdésem pedig ez valamennyire Gáver Andráshoz szól, mert a cikkeidet a vasárnap.hu-n olvastam, és abból az derült ki, hogy neked vagy a testvérednek van valamiféle elképzelése arról, hogy milyen képzést kellene létrehozni, ami a keresztény könnyűzenészeket okosítja és szuper zenészekké teszi. És arra volnék kíváncsi, hogy ez milyen képzés lenne, hogyha szabad kérdezni konkrétumokat, hogy van, hogy milyen hosszú képzés, milyen tantárgyak, kik lennének a tanárok, stb. Amikor jelentkeztél, azt nem mondtad, hogy az András beépített embere vagy, úgyhogy erről majd még adáson kívül. Én nagyon kíváncsi vagyok. Oké. Nagyon jó kérdések voltak. Kezdjük is abban a sorrendben, ahogy elhangzottak. Jó, tehát, hogy az első felvetés az volt, idézett egy kommentelőt a vendégünk, hogy a gregoriánból fakadt korábban minden, a mostani könnyűzenészek a gregoriánt nem ismerik, és valójában itt történt egy hatalmas nagy baj, mert hogy kvázi szakítottunk az örökséggel. Nagyon érdekes számomra ez a kérdés. Az, hogy most a könnyűzenészek, vagyis hát mi, akik gitárral is írunk nótát, hogy mennyire nyúlunk vissza a gregoriánhoz. Lehet, hogy szűkösek az egyház történeti ismereteim, de én azt hallottam, hogy a gregorián maga az ugye úgy született, hogy ugye Nagyszent Gergely pápa kezdte lekottáztatni azokat fajta dallamokat, amiket hát ugye eleinte hát ilyen glosszoláriának neveztek, tehát szabad éneklések voltak, amikor főleg a szerzetesek összegyűltek, és akkor elkezdtek ilyen szabadon énekelni, ahogy adta nekik a Szentlélek, és amikor ugye ezt többen énekelték együtt, akkor egy csodaszép harmónia alakult ki, aki ugyanabban a hangnemben ugye hozta a Szentlélek a dallamokat, és hogy azért annyira nehéz ez a gregorián, mert hát igazából egy szabad éneklés volt, amikor ez elindult, hogy és akkor úgy kinek, ahogy jött, ahogy hozta a Szentlélek, szabadon belekapcsolódott énekelt. Egyébként én is többször éltem át már ilyet, amikor
95-ben Rómában voltunk Tardi fatyának egy lelki gyakorlatán. Minden reggel 7:30-tól 8:00-ig imaóra, vagy 6:30-tól 7:00-ig, bocsánat, imaóra volt, és ennek rendszeresen volt része az is, amikor így szabadon énekeltünk a Szentlélekben, és döbbenetes harmóniák voltak, hogy az a 80 ember egyszerre ugyanabban az időben énekelt, és egy gyönyörű dallam jött vissza. Na most, hogy ez most hogyan tud megnyilvánulni a könnyű zenébe, ugye, hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és hogy egy igazából, nem tudom, András, te meghallgatod-e a Gregoriánt előtte, mielőtt írsz egy dallamot? Én hallgattam már Gregoriánt. De nem, miközben azt mondod, hogy írsz egy dallamot, mert ugye a dallam úgy születik, legalábbis bennem, mert mindenkiben másképpen születik, hogy felhoz a Szentlélek egy dallamot, ezt én úgy hívom magam, elkezdek improvizálgatni, leülök egy zongoráz vagy egy szálgitárral, és akkor ahogy szabadon énekelek Istennek, és lehet, hogy egy fél órája énekelek Istennek, és egyszer csak előjön abból egy olyan dallam, ami úgy elkezd bennem kifejezni valamit. És hogy hát ennek most milyen közel lehet a Gregoriánhoz, ez azt nem tudom, de azt tudom, hogy szabadon a Szentlélekből jön. Én meg azt látom ebben a kérdésben, ugye kérdezted, hogy én hogyan írom. Én nem írok zenét, én szöveget írok, én egy félkezű törpe vagyok most itt, mert hát a Gellérttel vagyunk mi összekötve szimbiózisban. Ő az, aki a muzsikát írja, én a szöveget szerzem, csak ő nem tudott ma eljönni, mert hogy a 8. gyermekük már-már mindjárt megszületik, az is fiú. Tehát... De mondták nekik a faluban, hogy ez az, csak így tovább a 9. tuti lány. Úgyhogy nem sokára ezt megláthatják, ha jó Isten ezt akarja, vagy így engedi. De azt tudom, azt el tudom mondani, hogy amikor nekünk már a Váci Egyházmegyében Bern Miklós püspökatyának a szárnyai alatt volt egy, mi így hívtuk, hogy DIK, tehát egy ilyen dicsőítő képző. Laci is volt ott a nyári kurzuson előadni. És Stankó Attila atya egy olyan előadást tartott ott a könnyű zenét művelni vágyóknak. Ugye liturgiát próbálta magyarázni nekünk, és magyarázta is. Azt mondta, hogy az a zene, amelyik a Gregorián lelkületét nem érzi át, vagyis tulajdonképpen nem akar szolgálni a liturgiában, ahol a zene magasabb rendű, mint mondjuk az a Zsoltár, amit maga Jézus is imádkozott, és amit az egyház minden nap imádkozik, akkor az nem jó. Tehát, hogy egy ilyen lelki attitűd is nagyon fontos, hogyha a Gregoriánról beszélünk. Egyébként nekünk személyesen, ugye, Marcival hát beszélgettünk itt az előbb néhány szóban arról, hogy a Szent Család templom az volt hát mi oda jártunk közösségbe. Az Alma Mater, így van, a fészek, ahol egyébként Dobszai tanár úr többször megfordult, és kannegyként ott volt, vagy pedig az ő fia, a Dobszai Marci, most már Benedek, mint ferences testvér, hát ő is ott énekelt velünk ebben a könnyűzenei kórusban, noha titokban. Tehát azért úgy kellett osonni és kimenteni otthonról a hangszerét, hogy végül velünk énekeljen. De mi is elmentünk Sós Andrásnak a kérésére, hogy énekeljük a Gregorián dallamokat a szkólán belül. Tehát, hogy igazából egy olyan szép zenei pezsgés tudott ott megvalósulni, hogy igazából nekünk az nem volt kérdés, hogy hol ezt, hol azt énekeljük. Az kérdés volt, hogy jól énekeljük-e. Tehát voltak még annak idején ugye a kezdők is próbáink bent a hittanteremben. Marci is ott volt, akkor már ütötte a Petrov zongorát, de nem akart énekelni. Viszont, hát milyen hasznos volt, hogy akkor ütötte a zongorát. Tehát, na, visszatérve a lényegre, a Gregoriánnak a szellemisége és a lelkisége fontos, és átérek a másik kérdésre, hogy mi ez a képzés, és hogy lesz-e, vagy nem, vagy de, vagy nem. A mi szívünk vágya, hogy legyen.
többen vannak olyanok, akiknek ez a szíve vágya. És pontosan azért, ami itt is elhangzott már, hogy fontos, hogy amit oda viszünk a templomba, amivel szolgáljuk a liturgiát, az minőségi legyen. A keresztény könnyűzene az körbevesz minket. Az a kortárs zene. Nem kell ahhoz zongorát fűrészelni, bocsánat, vagy csak csattogtatni valamit, hogy az kortárs legyen. Nem kell a fejünk tetejére állni emiatt, viszont tény, itt a közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy igen, körbevesz bennünket a könnyű zene. Ha mind a kettő, a komoly zene is, az se baj, de a könnyű zene körbevesz bennünket minden irányból. Valahol a kifejeződési eszköz. Ez ma a kortárs zene. És nekünk ezt a kortárs zenét, mivel ez a sajátunk, ezt használjuk, ezzel élünk, nekünk ezen a nyelven meg kell tudnunk fogalmazni Isten dicséretét. Bár csak úgy lenne, ahogy annak idején a választott nép életében volt, hogy nem volt kétfajta zene feltétlenül, hanem igazán, igazán átjárta Istennek a jelenléte a hétköznapokat is, az egyszerű munkákat is. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ma, amikor a templomba belépünk, az egyfajta kiszakítottság a profánból. És ott mindennek Istent kell szolgálnia, Istent kell dicsőítenie. Elsősorban az én szívemnek. Tehát amikor én oda belépek, akkor nekem ki kell szakadnom ebből a bűneimtől. Ugye már a keresztvetés, amikor belépek a templomba, szentelt vízzel meghintem magam, már erről szól, hogy én Istené akarok lenni. Az én gitáromon szerintem nem is játszottak még profán jellegű dalt, de hogy buliba nem vitték el, az is biztos. Miért lenne ez a hangszer profán? Hát nem profán, Istennek adott hangszer. Ez a képzés pedig, hogy akkor visszatérjek, egy kicsit elkalandoztam, de az előbb ti beszéltetek többet is. Senki nem mondta, ne beszélj. A lényeg, hogy erről a képzésről még nem tudok beszélni, de azt szeretném kérni, hogy akinek ez vágya, hogy ez a könnyű zene, ez minőségi legyen, az imádkozzon ezért. Mert minden jel arra mutat, hogy egyszer csak elérünk ide. Egyébként a Kazetta nevű nyári tábor már ugyanezt a tendenciát mutatja. Van igény és van vágy arra, hogy ez a keresztény könnyű zenének hívott valami, ez igényes lehessen. Köszönöm, illetve aki még tudni akar részletekről, mindenképpen kövesse a 777blog.hu-t, mert amint változás lesz, illetve fontos információk, azt meg fogjuk osztani. Kékben az úriember szintén jelentkezik, és már is kapsz egy mikrofont. Parancsolj. Én, bocsánat, egyetlen kérésem van most már a kérdezőkhöz, hogy minél rövidebben és minél tömörebben fogalmazzátok meg a kérdéseteket, és azt szeretném kérni a részvevőktől is, hogy minél tömörebben, minél velősebben válaszoljunk, hogy minél több kérdés válaszra időnk legyen. Parancsolj. Diós András, az én kérdésem az rövid lesz. Sok nézőpontot hallhattunk most, eddig legalábbis én. Nem voltam még ilyen összejövetelen, és az érdekel engem, hogy a vendégek közül kinek mi az elképzelése arról, hogy hogyan tudnánk fiatalokkal megtölteni a templomot. Mi az ő álláspontja, mi az ő jövőképe erről, mit gondol arról, hogy mit kell konkrétan ebben az ügyben cselekedni. Én annyiban redukálnám a kérdést, ami egyébként szerintem nagyon nyilván a zene területéről beszélgessünk ma este, hiszen ennek szakavatótértői vannak itt. A fiatalokat, akik nyitottak és abszolút megfoghatóak lennének, lelkesednek és unatkoznak a templomban, és úgy kell őket bevonszolnom, hogy ott legyenek, mert tényleg lehangolódnak. Tehát rendben, a kérdés adott. Urak, hogyan visszük be az unatkozó és lehangolódott fiatalokat a misére, az Isten tiszteletekre? Gyors. Nem. Parancsolj. Van saját. Egy másodperccel gyorsabb voltál. Tényleg gyorsan. A 777 offline, ennek az eseménynek ez volt az alcím, hogy gitár vagy orgona, melyik az ütősebb. Én azt gondolom, hogy mind a kettő egy ütős hangszer.
És tehát itt nem az a kérdés, hogy most gitár vagy orgona, azt gondolom, hogy nagyon fontos a minőség is. Azért ezt tudni kell, hogy a művészet történetben, aki picit jártas, az tudhatja, vagy ismerheti azt, hogy azok a katedrálisok, például az építészetben, amik az évszázadok során épültek, ott mindig a legnagyobb innovációk kerültek beépítésre. Tehát ott az Istennek a maximumot akarták, a legjobbat adni. És ez a zenében is így volt. Tehát, hogy a minőség egy nagyon-nagyon fontos alapkövetelmény volt a szakrális területen, vagy a szakrális művészetben. És válaszolva erre a kérdésre, azt gondolom, hogy a könnyű zene, mint a kortár, ahogy az András is mondta, mondjuk a kortár zenének a meghatározó stílusa, egy nagyon-nagyon fontos eszköz és lehetőség, hogyha azt ütősen, vagy tehát nagyon minőségi módon űzik. De természetesen ez a komoly zene területéről is igaz, tehát ott ül például Sapszon tanár úr, aki ezt nagyon magas színvonalon műveli, és azt gondolom, hogy azok a kórus művek, amik meg tudnak szólalni minőségi módon, minőségi zenészeknek a interpretálásával, azok legalább ugyanakkora, ha nem nagyobb hatást tudnak elérni. Tehát a minőség az mindenképp egy vízválasztó ebben a kérdésben. Jó, hát én egyetlen szót akartam mondani, hogy a hitelességre van szüksége a fiataloknak. Tehát példaképekre. És hát itt most a zenében nagyon nehéz megmondani, hogy ki az a hiteles, de például az, aki meg is éli a katolikus hitét, és erről valamilyen módon tudomást lehet szerezni. Legjobb, hogyha rejtett a dolog, és valaki csak bizonyos érdeklődés után jön rá. Hogyha valaki kiteregeti, ugye úgymond a lelkét, az biztos, hogy nem vezet eredményre. Az a legjobb, hogyha a fiatalok aha élményben. Na hát, élményben részesülnek. Ehhez pedig hozzájárul a minőségi zene. Egyébként nem szeretném ugye elvinni más vágányra, de a hitelesség az aztán természetesen Isten szolgáitól is. Ugye, hát egy olyan kritérium, ami elvárható abszolút. Én most hirtelen Barsi Balázs atyára gondolok. Hát meg kell nézni, hogy fest az ő templom a vasárnaponként, és hogy mennyi ott a gyerek, és hogy a gyerekek például hogy tudnak viselkedni. Nincs ám az a rajcsúrozás, ami sok más templomban előfordul, mert jaj, hogy csak meg ne sértődjenek a gyerekes szülők, hanem az atya valahogy el tudja azt érni, hogy a gyerekek szépen ülnek a szülők ölében, vagy legalábbis csendben járkálnak. Erről eszembe jut egy aranyos történet, ez most egészen más, de még a rövid válaszhoz tartozik, hogy Berci fiunk, aki akkor volt vagy másfél-két éves, Olaszországban voltunk, vasárnapi szentmisén, ugye térdelünk, úrfelmutatás, átváltoztatás, minden, és akkor a nagy csöndben egyszer csak a Berci addig ott szép csendesen mászkált, Katica persze figyelte, egyszerre csak elkezdte énekelni, kecske ment a kis kertbe, a káposztát megette. Na most az volt a szerencsénk, ugye, hogy Olaszországban voltunk, és így az isteni nép nem értette, és kimentek. Na most ezt persze csak a tréfa kedvéért mondtam el, de ez megtörtént, hiteles történet, és mutatja azt, hogy a Katica bevállalta velem együtt, hogy vittük a gyerekeket nagyon korántól, és megpróbáltuk rávezetni őket, hogy bírják ki a szertartás, sőt, hogy figyeljenek erre, figyeljenek arra. Hát ugye a homília a legkeményebb dió a gyereknek, de aztán utána ő is felnő, kinyílik az értelme, és hogyha akkor értelmes, szívhez szóló szót hall, amiben a lélek is benne van, akkor jönni fog a misére. Én ezt hiszem. Csak egy gondolat előbb eszembe jutott még, amit nem mondtam, egy apróság csak, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy a templomban a zenészek csak egy része a zenei megszólalásnak. Tehát a hívek, akik ott énekelnek, és reméljük, hogy minél többen énekelnek. Tehát itt nem egy előadás, ez nem egy színházi előadás, ahol a zenész előad, és a közönség meghallgatja. Tehát, hogy a mű az úgy jön létre, vagy hogy mondjam, az élmény az úgy jön létre, hogyha ennek részes, és ez nagyon fontos, a részesedés. Tehát, hogyha a hívek, a templomban lévő
emberek, azok bekapcsolódnak és részesévé ön szándékukból és akaratukból részesévé akarnak válni ennek a csodának. Köszönöm szépen. Ott hátul rögtön emelkedett egy kéz. Az úriemberé volt gyorsabb, de megjegyzem a hölgy arcát is, és akkor a következő körben pedig önnek adunk szót. De ha ott vagy, Kata, közelebb, akkor ladies first, a hölgy hadd kérdezzen előbb, és akkor az úriembertől kérünk egy kis türelmet. Köszönöm szépen. A Karnaud úr említette, hogy a II. Vatikáni zsinat meghatároz bizonyos követelményeket a zenére, mind a gitárosra, mind az orgonás egyházi zenére, illetve liturgikus zenékre. Ezeket ki lehetne bővebben fejteni, mert nagyon sokszor hallom gitáros sok ellenérveként, hogy nem felelnek meg nekik, hogy ezek most pontosan mik, és hogy a gyakorlatban ezek mennyiszer kerülnek egyáltalán áthágásra, vagy hogy ezek csak ilyen álérvek, hogy akkor most ne legyen gitár a templomban, vagy tényleg adott esetben ellentmondanak ennek a zsinati szabályozásnak. Köszönöm szépen. Egy konyhai hasonlattal kezdeném, kelkáposzta leves csak akkor lehet csinálni, hogyha legalább kelkáposzta van hozzá. És ezt azért mondom el, mert abban az időben, amikor elkezdődött a gitáros kultúra, akkor egyrészt ez nem volt követelmény. És ezt, mint egy hidat átvezet a mai napokhoz is, vagyis a gitáros repertoár általában nem törekedett arra, hiszen akkor még talán nem is kellett, hogy törekedjen, hogy bizonyos szövegeket, a szentmiséhez tartozó szövegeket, állandó részeket, azokat maradéktalanul el kell énekelni. Ez a II. Vatikáni zsinat után kezdődött így, és ez a két helyzet nem fette egymást. Nyilván a gitáros szerzőknek, egyébként ezt visszafele is mondhatnám, akár a 18. vagy a 16. század világára is, a legnehezebb dió mindig a glória és a krédó megzenésítése, egyrészt azért, mert ménkű hosszú, másrészt pedig azért, hogy valahogy el kéne tudni a szöveget minél gyorsabban mondani ahhoz, hogy a szentmise ne legyen túl hosszú. Értelemszerűen a 16. században ez nem okozott problémát. Most azonban igen, most a kedves hívek elkényeztetése jegyében azért nézni kell az órát is. Az új keletű szabály szerint, hogyha 45 percnél hosszabb egy mise, akkor a résztvevők már nem tudnak figyelni, mint ahogy egy tanóra is általában ennyire kalibrált. Nem tudom, hogy ebben mi az igazság, de az tény, hogy nagyon kevés lehetőség adódik a gitárosoknak arra, hogy ezt maradéktalanul megvalósítsák, különösen a dicsőség szövegében. A hiszek egy szövegét általában a templomokban sokszor mondják, hiszen az egy többes szám első személyű vallomás, és ez így helyes, a zsinat is azt tanítja, hogy ha lehetséges, akkor a hiszek egyet, akkor azt mindenki többes szám első. Jó, igen, egyes szám első személyű, tehát az egész közösség számára többes szám első személyű vallomás, úgyhogy az kétségtelen, hogy ezzel könnyít a helyzet. Azt hiszem, hogy itt, amit ön mondott, abban is nyilván igazságot lehet keresni, hogy bizonyos helyeken talán ez ok vagy érv arra, hogy a gitáros zenét egy picit háttérbe szorítsák, ugyanakkor nyilván a másik oldal is igyekszik elővenni a zsebéből az érveket ez ellen. De mivel ez egy mostanára nyilvánvaló dogma, tehát ebben valóban lépni kell, remélhetőleg az Eucharisztikus Világkongresszusra megjelenő kiadvány, mondjuk így Szent vagy Uram, Új Szent vagy Uram, tartalmaz majd olyan gitáros énekeket is, amelyek az ordinárium, tehát az állandó részek számára megfelelnek. Röviden azt tudom mondani, hogy ahogy a Szent Mise szövegében bizonyos dolgok kötöttek,
vagyis a kánon, vagyis az Úr felmutatás szövege, a mi atyánk, és minden, amit egy misén el szoktunk mondani, vagy meg szoktunk hallgatni, ugyanígy az énekben is az állandó részek kötöttek. Azt bizony nem lenne szabad elsinkófálni. Ha már elhangzott az eukarisztikus világkongresszus, akkor kötnék ide egy olyan kérdést, amit az egyik a felvételt nézőnk küldött be. Az eukarisztikus kongresszusra való készületként mi a cél vajon a gitárral? Hogyan gondolják? Van remény, hogy a magyarországi katolikusok megtanulják ezeket az énekeket? Sajnos nem hiszem, így vélekedik a nézőnk, hogy az idősödő hívek, akik azért valljuk be többségben vannak, ezt akarnák, és sajnos a fiatalokon sem ezt tapasztalom, hiszen kultúránkban nagyon nehezen fér hozzánk a gitár. Hogyan gondolják a résztvevők ezt a témát? És akkor én most elsősorban Csiszér Lászlót és Vizi Mártont kérdezném erről. Hát az első konkrét reagálásom erre az, hogy hát nyilván akik elkezdtek ebben dalt szerezni, tehát ebben nem feltétlenül mindenki katolikus. Tehát nagyon sok keresztény, vagyis világi zenész ugye az életében megtapasztal egy változást, eddig a bűnnek szolgált, most már úgy dönt, hogy Jézusnak akar szolgálni, és az ajándékát adja Isten kezébe, és ha éppen Phil Driscollt, a világhírű trombitást veszük, akkor ugye írnak dalokat a saját Isten tapasztalatukról és Isten élményükről. Na most ugye konkrétan itt nekünk Magyarországon hát a gitáros dalszerzőket buzdítanám arra, és buzdítom is magammal együtt, hogy hát kell írni ugye ilyen dallamokat, amik az ordinárium, tehát az állandó részeknek a szövegét megfogalmazza, viszont egy olyan módon írja meg, ugye, hogy az énekelhető legyen. Tehát, hogy olyan dallamvilággal dolgozik ebben, amit hamar megtanulja, hiszen, mit tudom én, akármelyik világi slágert vehetném, ugye, egy jó dallammal rendelkezik, azt azért énekli mindenki, hogy levelet kaptam, life, vagy mit tudom én, vagy akár melyik világi dallamot, vagy get up, akármit mondhatnánk, mert belemegy egyszerűen a fülébe, belemegy a fejébe, és az ott van. Na most hát a magyar gitáros, megtért, szent lélekkel eltelt dalszerzők, ugye, vegyék a fáradtságot, és írjanak olyan, szent lélektől kérjenek olyan dallamokat, amiket belemegy az emberek fülébe, szívébe, és akkor fogják énekelni, és az eukarisztikus kongresszusnak is ez része lehet, hogyha minőségi szent vagy, hozsanna, vagyis állandó részekre dallamok születnek, akkor azt fogják énekelni, és bele fog menni a fülekbe. Nagyon röviden válaszolok. Egy analóg kérdést fölteszek. Milyen járműre van szükség? Biciklire, autóra vagy kamionra? Hát is. Ha raklapokat akarok szállítani, akkor kamionra, hogyha személy szállításra mondjuk talán legpraktikusabb eszköz az autó, a helyi közlekedésre meg a bicikli. Tehát azt gondolom, hogy minden műfajban mindenre van szükség, magas minőségen szállítva, legyártva, tervezve, minőségi módon tervezve, elkészítve és interpretálva. Ennyit tudok hozzáfűzni. Amikor az első részben már említett Szent Gergely pápa által összegyűjtött, vagy összeállított, vagy buzdított gregorián kincset rendszerezték, akkor ez azért történt meg főképpen, hiszen kifőtt a leves a fazékból, vagyis olyan mértékű gregorián dallam sorozat keletkezett az akkori keresztény Európában, amely kezelhetetlenné vált a szertartások számára. A lejegyzés nyilván egyik módja annak, hogy ez megörökíthető legyen. A másik módja azonban valamilyen fokú rendvágás. Meg kell fogni a kaszát, és azt mondani, hogy bizonyos dallamok bekerülhetnek, és bizonyos dallamok nem kerülhetnek be a kánonba. A gitárosoknál, és most bocsánatot kérek, hogyha ilyen földhöz ragadtan fogalmazok, az talán nem elég már, hogy valakit megszáll a Szentlélek, úgy érzi egy estén, és reggelre megír egy gitáros éneket. Itt is meg kéne fogni valakinek, valakiknek a kaszát. Mindig egy olyan pillanatban, amikor erre
a technikai vagy a lelki lehetőség megvan. Az eucharisztikus kongresszus talán egy ilyen helyzet. Mert az, amikor a gitáros dallamok, vagy akár a népének dallamok olyan mértékben gyűlnek fel, ami kezelhetetlen, és mindenki azt mondja, hogy a saját templomában énekelt gitáros kórus dalai a legjobbak, ez valószínűleg nem jó. Itt csak tovább for ki a leves az edényből. És az énekelhetőség tárgyában pedig én, aki viszonylag magasról nézem a kedves testvéreket, ráadásul háttal, a helyzet pedig az, hogy néha nagyon-nagyon úgy érzem, hogy a prozódia talán az első, amin mindenképpen változtatni kéne. A második pedig az, hogy a gitáros kórusok hangszerelése ne ossza meg a kedves híveket. Tehát, hogyha a gitáros kórus vagy szólisták két szólamra oszlanak, netál három szólamra, közben a fuvola és a hegedű is egészen mást játszik, akkor óhatatlanul a kedves hallgató, aki már akkor hallgató rég, nem fog tudni padlót fogni. Mert mi a dallam? Keressük a dallamot. Ez egy népéneknél általában nem probléma, hiszen ott nyilvánvaló, vagy az orgona, vagy pedig egyszerűen csak az emberi hang irányítja a képezetet. A gitáros kórusnál ezt problémának látom, a Szent Imre templomban is inkább hallgatják, mint éneklik. Viszont könnyítési lehetőségnek gondolom az ilyen helyzeteket, mint például a glória. A glóriából soha nem lesz fütyülhető dallam. Tehát nem lesz olyan egyházi szerző, kedves szomszédom sem, és az itt ülő szerzők sem, akik olyasmit fognak tudni csinálni, amit a velencei gondolások másnap fütyülnek. Ez működésképtelen, el kell mondani a glóriát. Ez ilyen egyszerű. Mint amikor, hogyha egy klasszikus misét énekel valaki a templomban, mondjuk Claudio Monteverditől, de a glória túl hosszú ahhoz, hogy az ne legyen, ne váljon hangversennyé, akkor mi leszoktunk mondani a glóriáról. Viszont, hogy Monteverdi után valamilyen népénekes glóriát énekeljünk, ez valószínűleg megint rossz megoldás, mert ízlés ficam. Akkor el kell, feláll a pap, és elmondja a glóriát a hívekkel együtt. A minőségre pedig csak annyit szeretnék mondani, hogyha már Monteverdinél jártunk, hogy amikor Monteverdi szerette volna elnyerni a velencei Szent Márk Székesegyház karnagyi pozícióját, akkor pályáznia kellett. A nagy Claudio Monteverdinek, aki már 6 madrigál kötet után volt. Hát, hogy ezt a helyzetet mikor fogjuk elérni, akár a népénekes, akár főleg a gitáros kultúrában, amire előbb céloztál, a képzésre, erre kéne egyházi javaslatot tenni. Mert ezt senki más nem fogja. Tehát a nemzeti kulturális alap nem fogja elképezni a gitárosokat erre a dologra. A kántorképzők még egyelőre nem járnak ebben a cipőben. Itt is valakinek meg kéne fogni az ostort, és a földre csapni vele. Hogy 5 év múlva csak az lehet a templomban a... pont, pont, pont. Visszatérve a képzésre, egy mondat. A képzés erre fog létrejönni. Nagy reményeink szerint ez az egyik dolog. Lesz benne tehát hangszer oktatás, hangszer ismeret, hogy minél jobb, minél minőségibb lehessen az, ami ott megszólal a templomban. A másik, hogy az, a Szent Mise ordináriumának az éneklése könnyűzenei eszközökkel, ez nem egy annyira reménytelen történet. Számos példa van arra, amikor ez sikerülhetett, megvalósulhatott. Azt gondolom, hogy a lelkiségi mozgalmakban is nagyon, főleg amikor külföldről jönnek a példák, ott már ezt próbálták élni, hogy ragaszkodjanak ahhoz a szöveghez, ami a Szent Misének a szövege. És idehaza is vannak példák. Elég csak mondjuk arra gondolni, amikor Sije Jenőnek a Szent Miséjét éneklik Nagymaroson, hogy ezt már mindenki fütyüli. Mindenki fütyüli, mindenki ismeri, és az ordináriumnak a szövege. Nagyon szépen köszönöm. Ígértem egy kérdés lehetőséget hátra.
Parancsolj. Hát az egyik rövid kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen, ha tudnának egy definíciót adni, hogy mi alapján válasszuk el azt a kategóriát, hogy komoly zene, meg azt, hogy könnyű zene. Tehát mondjuk azt, hogy klasszikus zene, azt úgy nagyjából érteni vélem így hozzá nem értő laikusként, hogy komoly meg könnyű zene, ha nem tudom, erre van definíciót tudnának adni. És akkor a másik meg az, hogy mondjuk azokat a dalokat, amik mondjuk el szoktak hangzani a gitáros misén, tehát mondjuk gondolok egy olyanra, hogy erőt adsz minden helyzetbe, vagy lelkem áld az urat, tehát mondjuk most mondtam két példát, hogy ezeket egyébként szerintem lehet orgonán is játszani, és azok egyébként tök jó is lehet. Tehát ugyanúgy, ahogy egyébként világi slágereket is így nézegettem a YouTube-on, hogy tempomi orgonán lejátszottak, és van, amelyik egész vállalható. Hallottam én már a Star Wars templomi orgonán, bár kevesen voltunk akkor éppen bent, és nyilván nem mise keretében volt. Gitáros számokat orgonán, én hallottam egyébként már Sie Jenőt falusi templomban Szent Misén játszani, márhogy Sie Jenő dalát játszották orgonán, és ugye mondja itt Marci Súgy, hogy tezéit is szoktak orgonán. Erről mi a véleményetek? Tényleg egy-egy tőmondatban, vagy legalábbis nagyon rövid mondatban kérnék szépen választ. Én úgy érzem, hogy ezt a kényszer hajtja. Tehát nem kell száműzni egyetlen egy hangszert sem a templomból. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell azon feltétlenül gondolkodnunk, hogy na vajon orgonán eljátszható-e majd az az ének, ami mondjuk gitáron lett komponálva, vagy könnyűzenés stílusban. Szerintem most nagyon rövid az idő arra, hogy esztétikai elemzésbe menjünk a könnyű zene és a komoly zene tekintetében. Talán a forma leginkább az, ami a könnyű zenét könnyű zenévé teszi. Rendkívül sok köztes műfaj létezik, de az, hogy egy dalnak mondjuk a 5 percen belüli hossza alapvetően meghat, és a verszak, refrén szerkezet alapvetően mondjuk meg könnyű zenévé teszi, ez mondjuk egy szempontrendszer lehet, de még nagyon sok minden van, amire szerintem most nincs idő. Hát én most csak ugye a határterületre gondolok, hogy én nagyon tudatosan nem játszom jazzt. Nem csak azért, mert ügyetlennek tartom magam, hanem mert egyszerűen más a technikája is. És akkor mi van például George Gershwinnel? A Kék Rapszódia az most könnyű zene, vagy ugye ilyesformán nehéz zene, hogy ezt a csúf kifejezést használjam. Tehát én ezen nem nagyon szoktam gondolkozni. Azt eljátszom. Azt el lehet játszani úgymond a klasszikus zongora technikával is. Messze ment a mikrofonom. Köszönöm, hogy visszajuttattátok. Így zárásként még én kérdeznék egyet tőletek. Egyfajta rövid összefoglalót kérnék. Azért szerveztük ezt a ma estét, mert éreztük ugye ennek a kibeszéletlenségnek a problematikáját. Nyilvánvalóan 2 óra alatt nem lehet megfordítani a világot, és nem lehet mindent alaposan átbeszélni. Valószínűleg nagyon sok minden maradt bennünk hallgatókban is, és bennetek is. De talán elindítottuk a párbeszédnek egy új formáját. Ti magatok milyen meggyőződéssel, vagy milyen lélekkel mentek most haza, és hogyan gondolkodtok a kérdésről a továbbiakban? Én a legnagyobb tisztelettel veszem körül kedves könnyűzenész kollégáimat is, és édesapám is az volt, egyébként ez is az egyik oka annak, hogy én nem avatkozom bele a könnyű zeneműfajaiba, ő soha nem próbált klasszikus zenét a szónak a legtágabb értelmében játszani, hiszen egyetlen zeneórát se vett, és mégis Kocsis Zoltán volt tanárom, csodájára járt az ő fantasztikus technikájának, virtuózitásának. Na, de minden esetre, tehát, hogyha én elmegyek a templomba, és ott azt látom, hogy gitáros mise van, és netán még ott van egy projektor is. Szerintem ez egy állati jó dolog, ugye? Akkor bizony én is fújom, ha nem is az első verszakot, de a másodikat biztos, a tezei énekeket nagyon tudom már, és végső soron az a lényeg, hogy egy közösségi élményben megéljük azt, hogy együtt vagyunk az Úrral. Amit talán a könnyű zene kicsit nehezebben tud
elénk állítani, vélemény, tiport fejű klasszikus zenész, ugye, az a bűnbánatnak a szentsége, ugye, hogy lehet a könnyű zenében ezt is méltó módon kifejezni, mert az örömöt azt nagyon is jól tudja a könnyű zene. Nem tudom, biztos te tudsz erre egy riposztot mondani. Sok mindent lehetne mondani. Így összefoglalásként, ha már kérdezted, ugye bennem az van, hogy az első dolog, hogy mindegy, hogy gitárose, kántore, orgonista-e, ha a szíve nem az istené, akkor az egész nem ér Székelyföldön úgy mondjuk egy hát gacot. Magyarországon egy kalapcsalán, így lehetne nevezni. Tehát elsősorban az az ember, aki előadja, aki énekli, aznak a szíve legyen az istené, és az ő szívéből szóljon, most mindegy, hogy mit énekel, mert ha nem a szívéből szól, és nem a jó Istennek szól, csak művészkedik, akkor megint az előbbi hasonlat nem ér semmit. A másik pedig ugye az, hogy a zenének az eredetiségét, van jó zene, tehát érezzük, amit ő jó egy zene, van egy húzása, van egy lendülete, nem erőltetett hangok egymás utánja, hanem van egy, és azt hiszem, hogy amikor Isten dicsőítéséről beszélünk, akkor elsősorban az Istennek az ismerete megragadja az én szívemet, az ő szentsége, az, hogy ő Isten báránya, az, hogy ő elveszi az én bűnömet, a világ bűnét, és ebből a tapasztalatból az, akinek erre van adottsága, ugye, hogy mindenki maradjon ott, ahol van, tehát amihez ért, azt csinálja, ma sokan vannak, tehát, hogy abból a megragadottságából, az ő őszinteségéből azt a zenét adja Istennek, és ez kedves áldozat lesz ő előtte. Különben, hogyha a szívem nem az istené, akkor lehetek Beethoven, és lehet Mozart, lehúznak a WC-n. Ja, bocsánat. Arra felé. Ja, van mikrofonod. De egy záró gondolatot kérünk szépen, Karnagy úr, tőled is, hogyha lehet. Tudok mondani ezek után még... Csinálni egy picit földhöz ragadtabban, igen, csinálni érdemes. Én azt szoktam mondani a kedves testvéreknek, így mise előtti kis énektanítás tárgyában, mert az egy nagyon megrögzött gondolat, főleg a férfiak részéről. A népénekeket a körülbelül 60 éves asszonyok tartják a víz felszínén. Ez nyilvánvaló, de... Azt szoktam mondani a férfiaknak, akik viszont azt szokták mondani nekem, hogy tudja, Karnagy úr, volt nekem egy olyan énektanárom, aki azt kérte tőlem, hogy inkább ne nyissam ki a számat, ezért mindig kaptam egy csokit. És erre én mindig azt szoktam mondani, hogy aki még sosem próbált meg pogácsát sütni, az is tud. Csak még nem próbálta meg egyszer. Tehát, hogyha a kedves testvérek nem nyitják ki a szájukat, ha nincs bennük szándék, akkor a szerzők bármennyi is röpködnek 3 méterrel a föld fölött a jó Istentől átitatva, akkor a templomban nem lesz közösségi élmény. Vagyis, hogyha a híveket nem lehet bevonni, ha hiányzik a derű, és ezeket a nagyon szomorú, nagyon világos kék énekeket énekeljük a népénekekben is, akkor nem fogjuk tudni bevonni a fiatalokat. Ez egyébként egy bizonyos időpontig nem baj, hiszen a fiatalokból is lesznek aztán időcsepek. Tehát amikor az ember leveszi a farmert és megköti az első nyakkendőt, akkor átmegy a gitáros miséről a nagy misére. És majd elkezd énekelni. Előbb-utóbb mindenki elkezdi sütni a pogácsát, ha az ember az ambótól elég mereven és szilárdan nézi. Annyit szeretnék mondani, hogy így a végére, hogy azért azt sose szabad elfelejteni szerintem, hogy amikor Jézus Krisztus elment, visszament a mennyországban, és itt hagyta a tanítványait, akkor a hit azért az egy nagyon amatőr, szabad így fogalmazni, módon terjedt, nagyon, nagyon egyszerűen, nagyon, de ugyanakkor nagyon őszintén. És azt gondolom, hogy van feladata a profi, úgymond szakmailag kiművelt zenészeknek is, és van feladata az amatőr, vagy akár kezdő zenészeknek. A kezdőknek és az amatőröknek talán az a feladata, hogy a profikat kicsit így visszarántsák az őszinte önkifejezésnek a
a szintjére, és megtanítsanak abból az őszinte lelkesedésből, ami belőlük jön. A profiknak meg az a feladata, vagy a szakmailag kiművelt zenészeknek, hogy segítsék azokat, akik mondjuk zeneileg vagy szakmailag nem állnak a helyzet magaslatán. És ez a kettő egyszer valahogy össze tud érni, és valami nagyon szép dolog tud megvalósulni. Úgyhogy valahogy ezt érzem most így a végére. Így a végére. Én nagyon hálás vagyok a Szentléleknek, hogy engedte, hogy mi itt így egy karéban ülhessünk, mert igazi egységet lehet megtapasztalni, ami Jézus miatt van. Ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom, hogy akik itt ülünk, tudom, hogy olyan a szívünk, hogy ég Jézusért, tüzel. Ez a második, és emiatt, ugye jön a harmadik, emiatt nagyon jól szeretnénk azt művelni, amit akár a templomban, akár egyéb dicsőítő alkalmakon az Istennek akarunk adni. És a negyedik, hogy nem csak mi számítunk ebben, hanem ti mindnyájan, és mi mindnyájan az egyház. És nekünk az a feladatunk, akik azt végzik, hogy a zenei szolgálat által meghívják, elvigyék Istennek a népét ő elé, az ő jelenlétébe. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt olyan eszközökkel tegyük, olyan módon, akár klasszikus műfajokban műveljük ezt, akár könnyűzenében, hogy meg tudjuk nyerni azoknak a szívét Jézusnak, Istennek, akik ott vannak velünk. Ha még mondhatok valamit, én koncerteimben általában beszélek a közönséghez, szólok pár szót, és akkor, amikor becsukom a számat, mert rájövök, hogy azért ez mégiscsak hangverseny, feleségem mindig figyelmeztet, ugye, hogy túl sokat beszélsz, Bandi, akkor azzal szoktam befejezni, hogy az a fontos, hogy szívtől szívig érjen. Volt ez a szép című rádióműsor, hogy szív küldi szívnek szívesen. És kinek van a legnagyobb szíve? Jézus Krisztusnak, az ő drága, szentséges szíve. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat ma este, és mielőtt a vezetésetekkel közösen imádkoznánk mindannyian, akik itt vagyunk, szeretnénk egy tényleg apró csekélységgel is a hálánkat és a köszönetünket a közönség nevében és a 777 szerkesztőségének nevében kifejezni. És akkor, akik voltak már velünk ilyen alkalmakon, tudják, hogy szokás a közös imádság az est zárásaként. Arról beszélgettünk az urakkal, hogy stílusosan az imát most énekelni fogjuk. Arra kérek mindenkit, hogy álljatok fel, hogy az Úr imádságát együtt imádkozhassuk el, és a jó hír az, hogy nem én fogom vezetni ezt az éneklést. Amen.
Kívánom, hogy ezt mindig ilyen lelkesedéssel tudjuk együtt énekelni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma este, nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Isten áldjon mindannyiótokat, szervusztok!